25. alkalommal rendezték meg a Csihagyűző Középiskolában az intézmény névadójáról elnevezett Csihanapot. A KPM-nánás Kft. Új cégcsoporttal közösen együttműködve folytatja tovább a tevékenységét. Több mint 300 gyermek vett részt idén is a Bocska iskolában megrendezett természettudományi héten. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakmavilág rócsóján a különböző szakmákkal ismerkedhettek meg a pályaválasztás előtt álló fiatalok. Küldött gyűlésükön találkoztak a Magyar Vörös Kereszt hajdunánási területi szervezetének küldöttei és munkatársai. Hajdunánás város önkormányzata idén is megszervezi a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei program helyi versenyét. Tehetséggondozás a jelenkor óvodáiban címmel szakmai napot rendeztek a gyermekkert óvodában. Több mint 180-an gyűltek össze az erdei család leszármazottainak találkozóján. Áprilisban is több a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ szervezésében zajló programon vehetnek részt hajdunánás lakói. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm nézőinket, Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. A Csihagyűző emlékére szervezett napon minden tanévben szakmai, műveltségi vagy sportvetélkedőkkel emlékeznek az intézmény névadójára. Idén az utóbbi kapott főszerepet, amikor is az iskola tanárai és diákjai kerékpártúrán, sportági bemutatókon és sportvetélkedőkön mérhették össze ügyességüket. 25. alkalommal rendezték meg a Csihagyűző szakképzőiskolában a Csihanapot március 27-én. A rendezvény, melyet a megemlékezés mellett azért is szerveznek, hogy a diákok kicsit kiszakadjanak a mindennapi tanulásból, ünnepélyes koszorúzással vette kezdetét, melynek kapcsán Papné Fülöp Ildikó tagintézményvezető emlékezett meg az iskola névadójáról. Mi, csihások, nem csak kerek évforduló kapcsán gyűlünk össze, hanem rendszeresen, évente megemlékezünk városunk szülöttéről, Csihagyőzőről. Példaértékű emberi és szakmai munkássága legyen a csihás diákok követendő útja. Hazai diplomával a kezében, külföldi cégeknél tapasztalatot szerezve, végül a magyar gazdaság szolgálatában találta meg önmagát. Az esemény a Csihagyőző emlékére szervezett kerékpártúrával folytatódott, melynek végállomása a temetőben lévő Csiha család síremléke volt, ahová az iskola tanulói és tanárai egy koszorút helyeztek el. A Csihanap középpontjában mindig más-más program áll. Az idei év rendezvénye a sportjegyében zajlott. A Csihanap három évente rotációban ölt szakmai, műveltségi és sport jelleget. Az idén sportnapot rendeztünk iskolánkban. Ennek a napnak azt a mottót adtuk, hogy csihás diákjaink, volt diákjaink, tanáraink, dolgozóink fogják ezt a napot színesíteni. Testnevelő kollégáimmal úgy szerveztük meg ezt a mai napot, ennek tükrében így ők tartottak sportbemutatókat, illetve a sportbemutatók után ők versenyeznek. A nap díszvendége Kis Zoltán, karate világbajnokunk volt, illetve Hernyák Gábor kollégánk sporttársával közösen tartották a bemutatót. Szerettünk volna egy ilyen fénypontot adni ennek a mai napnak. Legyen példakép a gyerekek előtt, és ezért hívtuk meg Kis Zoltán, városunk élsportolóját. A versenyszellem nevében az iskola tanulói több sportágban is megmérkőzhettek. A bemutatón iskolánk futszál válogatottja az előző tanévben az országos döntőn 9. helyezést ért el, és meghívtuk a városunk másik középiskoláját, a gimnázium csapatát, és velük játszottak egy bemutató mérkőzést.
a különböző versenyzési lehetőségek a következők. Röplabda, kispályás labdarúgás, fekvenyomás, szkander, lábtenisz, dekázó verseny, íjászkodás, kerékpáros ügyességi verseny, illetve a szakmáink, a tanított szakmáinknak az eszközeiből állítottunk össze egy ügyességi pályát, és az idén reméljük, hogy gazdára talál a Csiha legerősebb és legügyesebb embere díj is. Az említett díjért többen szálltak versenybe, leginkább fiúk. Egy szemlányként Nagy Tímeának is sikerült teljesítenie a pályát. Egy traktorkereket kellett átgurítani, majd 50 kiló cementet egy talicskába kellett végigvinni egy pályán. Meg kell fordulni, aztán két fát elvinni egy létráig. A létrán keresztül kellett mázni, és ez ugyanegy visszafele is ezt meg kell csinálni, és ez időre ment. Két már mozi! Ugyan! Kettő! Jó az időkörzse! A diákok nem csak egyéni, hanem csapatversenyben is összemérhették tehetségüket, és megmérkőzhettek más csapatokkal is, mint például a Vén diákok röplabda csapata, vagy a gimnázium foci csapata. A csapattal indultunk, és csak röplabdában, semmi mással nem foglalkoztunk, csak a röpi. A bemutató röplabda mérkőzés is miénk volt, ugye mi a Vén diákokkal játszottunk, és hát hál' Istennek megnyertük, viszont a visszavágót azt sikeresen elbuktuk, úgyhogy X lett. Az összesítésben hetente van röplabda hát edzésünk, hetente egyszer, az egy szerdai nap, és általában egy olyan 2 órát szoktunk játszani. Alapból szeretem a röplabdát, és csak azért jöttem amúgy ma, hogy röplabdázhassak, és majd délután is fogunk jönni, mert szerdánként szoktunk edzéseket tartani a véndiákokkal. Ne, tessék feladni, ott van ütőembered van, és jó volt. Az iskola a futszál csapattal előkelő helyezéseket ér el a különböző versenyeken. Voltam az erőemelő versenyen, akkor a futszál csapat nevezett így az iskolai körök között, egyel kevesebb emberrel, azt is megnyertük. Az osztályal részt vettünk tavaly is, foci, ilyen iskolai körök között. Tavaly indultunk az országosra, bejutottunk a futszál csapattal, ott 9. helyezést értünk el. Vigyed bele középre! A nap megrendezését és a versenyfeladatok összeállítását az iskola adottságai is befolyásolták. Korlátozottak voltak a lehetőségeink. Elsősorban ugye azokat a sportágakat mutattuk be, és azokban versenyezzünk, ahol a csihások is maguk versenyeznek, illetve természetesen a helyi adottságainknak megfelelően. Vannak nálunk nagyon erős és bátor lányok is, akik bátran bevállalják akár a fekvenyomást, illetve a szkanderozást is. Mindig is sportoltam, és a kézi erő jobban megy nekem. Én vendégfogadó voltam, ugye a vendégeket vártam, de illetve a szkandert néztem, ugye a fekvenyomást néztem, kinéztem az extrém sportot is, azt is megnéztem. Úgyhogy ahol tudtam, ott elcsíptem a dolgokat. Egy-egy ilyen iskolai rendezvény megszervezése nem kis feladat, ami sok időt, energiát, szervezést és összefogást igényel. Egy hónappal ezelőtt kezdtük a kollégáimmal a szervező munkát, megkerestük a diákjainkat, volt diákjainkat, edzőiket, akik segítenéknek a bemutatókban. Többen is vállalták, volt, aki sajnos munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtak ezen a délelőtti időpontban eljönni. Összeállítottuk a programokat, ismertettük a gyerekekkel. A Csiha nap zárásaként természetesen nem maradhatott el az eredményhirdetés sem. A versenyzőket egyéni és csapatversenyben is díjazták a szervezők. A kispályás labdarúgó tornát a 12. B osztály csapata nyerte. Gratulálunk nekik is! Kérjük a csapat képviselőt. És hát akkor jöjjön a Csiha legerősebb, legügyesebb diákja, aki nem más, mint Tóth Norbert, 12. B osztályban.
A KPM Nánás Kft. Életében új időszámítás vette kezdetét, hiszen a Lange Autoservice Kft.-vel közösen együttműködve folytatja tovább a tevékenységét. Ennek apropójából rendeztek ünnepélyes átadót a Petőfi utca végén található telephelyen. A Petőfi utcán található KPM vizsgaállomás új cégcsoporttal újult meg nemrégiben. A Lange Autoservice Kft.-vel közös munka eredményeként 4 állomásos szerviz került megnyitásra nemrégiben, aminek az ünnepélyes átadójára március 29-én került sor az üzlet telephelyén. A szervizünk 30. generáció óta végez gépjárműipari szolgáltatásokat, több városban is jelen vagyunk, ez most a legújabb mérföldkő a hajdunánási telephely. Hajdunánáson a KPM Nánás Kft.-nek a telephelyén nyitottunk egy 4 állásos szervizt. Gyakorlatilag a legkomolyabb eszközökkel, magas minőségben dolgozni tudó kollégákkal végezzük a szolgáltatásainkat a ügyfelek minél magasabb elégedettsége érdekében. A már 3 hónapja működő szervíznek ugyan még most került sor a hivatalos átadójára, de az ügyfelek folyamatosan igénybe vehetik a szolgáltatásokat. 3 hónapja vagyunk jelen a Hajdunánáson. Ez egy ünnepélyes megnyitója most ennek a szervizünknek. Egy picit elcsúszott a rossz idő miatt. Szerettünk volna megvárni azt, hogy szépen kisüssön a nap, és egy ilyen környezetben fogadhassuk azokat a illusztris vendégeket, a polgármester urat, a jegyző urat is, hogy méltóképpen meg tudjuk ünnepelni ezt a nyitást. Szaszala László, a szerviz tulajdonosa elmondta, hogy hogyan is gondolták azt, hogy Hajdunánáson újra gondolják a KPM vizsgabázist. Most már elkészítünk, mert szóban oda jutottunk, hogy elkészült ez a létesítmény, és mert nagy tisztelettel meg kell köszönjük azoknak, akik segítettek abban, hogy ez létrejöjjön. Graholt Tamás, a cég ügyvezetője elmondta, hogy hogyan is került éppen Hajdunánás kiválasztva arra, hogy itt nyíljon meg és működjön a vizsgaállomás. Van nekünk egy kis szakmai múltunk, 25 évre visszanyúló, amit a TÜV Kft. Nyíregyházán alapozott meg, és olyan, mint egy fának a törzse, a gyökere, onnan szépen elágazott még 3-4 ilyen vállalkozás. Az az előnye ennek, hogy ugye mind ugyanarról a törről fakad, és össze tudjuk szedni az összes szakmai dolgot, most már lassan ilyen fél ország szerte, ahol a telephelyeink vannak, és egységesíteni tudjuk a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos dolgainkat. Első pillanattól láttuk, hogy ez a műszaki vizsga, ez csak egy fél láb. Tehát nincs meg mindenünk ahhoz, hogy egy komplex szolgáltatást tudjunk nyújtani. Vitatkoztunk eleget Laci bátyával, ő győzött, mégiscsak megépült ez az épület. Most azt mondom, hogy hála Istennek, ő győzött ebben a dologban. És ugye következett az a része, amikor meg kell találni azt az embert, aki megtölti tartalommal ezt az épületet. Szólá Tibor, városunk polgármestere is sok sikert kívánt a munkához. Amit Laci bácsi mondott, én azt gondolom, hogy ez egy dicséret egy hivatal számára. Ugye egy hivatalnak mindig meg kell találni azt a mértéket, ahol a jogszabályokat betartva mégis tud segíteni a vállalkozásoknak, hiszen nyilván ez egy városi érdek is egyben. A Lange Autoservice Kft. Ügyvezetője Benyó László ismertette a cég szolgáltatásait, és röviden bemutatta, hogy mivel is foglalkoznak. Az ügyfelek szinte mindenféle gépjárművel kapcsolatos szolgáltatást igénybe tudnak venni. Aki az autójával befáradt hozzánk, ami a gépjárművel előfordulhat probléma, mindenre van megoldásunk. Egyedül a karosszéria az, ami szerződött partnerként más telephelyen végzünk, de egyébként minden feladatra, problémára tudunk megoldással szolgálni. Többek közt akkor kifejteném, a műszaki vizsgabázis van mellettünk, úgyhogy ha esetleg a műszaki vizsgára felkeres valaki bennünket, nagyon szívesen felkészítjük azt, futóműbeállítással, klímatöltéssel, klímatisztítással foglalkozunk. Ezek mind-mind ezek a gépek, amikkel dolgozunk, a maga területén a legmagasabb minőségű színvonalat képviselik. A beszédek után hivatalosan is átadásra került a szervíz, amit a szalag elvágása jelképezett. Ezt követően kötetlen beszélgetés követte a rendezvényt, ahol baráti kapcsolatok szövődtek. A Bocska István Általános Iskolában minden évben megrendezik a természettudományi hetet. Nem volt ez másképp idén sem. A Hajdudorogról, Görbeházáról, Tiszagyulaházáról és Újtikosról érkezett diákok is aktív résztvevői voltak a 2 hetes programnak.
A Bocska iskolában már hagyománynak mondható, hogy minden évben megrendezik a természettudományi hetet. Idén sem volt ez másképp, így a két héten keresztül tartó verseny és előadások sorozatán több, mint 300 gyerek vett részt, nem csak a város iskoláiból, hanem a Hajdúböszörményi Tankerületi Központhoz tartozó intézményekből is érkeztek diákok. Évek óta hagyomány az iskolánkban, hogy így tavasz kezdetekkor megrendezzük a természettudományi heteket. Ebben az évben sem volt ez másképp. Az első hét két hétet terveztük, az első hét volt a versenyeké. Ekkor kiküldtünk minden tankerülethez tartozó iskolának meghívót. Jöttek Hajdúböszörményből, Hajdúdorogról, Tiszagyulaházáról, Görbeházáról és Hajdulánosnak a másik két iskolájából, a Református Általános Iskolába és a Körösi Gimnáziumból, a Református Gimnáziumból. Összesen 335 gyerek vett részt ezen a versenyen. 6 témakörre versenyeztek a gyerekek, térképismeretből, 5.-6.-osok természetismeretből, aztán fizikából, kémiából, földrajzból és biológiából. A természettudományi hét keretében a diákok nagyon sok érdekességgel ismerkedhettek meg közelebbről. Ilyen volt például többek között Rozman Béla előadása, aki a bolygókról, a csillagászatról és az űrkutatásról mesélt a gyerekeknek. Holdra szálltunk! A holdra szállás az egy baromi nagy teljesítmény volt az akkori űrtechnikával. A zsebetekben lévő mobiltelefon komolyabb szoftverrel rendelkezik, és komolyabb processzorral, mint az akkori űrhajósok számítógépe. És hát bizony oda elrepülni a tizedesi egy után talán 50 tizedesi kellett kiszámolni, hogy el ne tévesszük a holdat, amikor föllövünk, hogy nehogy elrepüljön mellette. Ezzel az űrtechnikával nagyon nagy bátorság kellett, hogy ők ezt megcsinálják. Az Avoda utca aulájában látványos bemutatót tartottak a gyerekeknek, ahol sok érdekességet láthattak. Egyszerűen fogom a citromot, és ráhúzom ezekre a fémlemezekre. A citromban lévő sav az egyrészt reakciót fog létrehozni a két fémlemez között. Hát azt nem mondom, hogy kisüti a szemünket, de ha nagyon-nagyon figyelünk, akkor talán látjuk azt, hogy halványan ugyan, de csekély fényt adott a LED. Hát arra nem alkalmas mondjuk, hogy csirkét keltessél mellette, de arra igen, hogy bemutassuk, hogy citrommal igenis lehet létrehozni egy kis elektromos áramot. A Körösi Gimnázium öveges laborában szintén látványos kísérlettel és bemutatóval készültek a diákoknak, ahol elmagyarázták a gyerekeknek a folyamatokat, hogy mit is látnak pontosan. A keddi napon volt egy biológiai kísérletek az öveges laborban, a gimnáziumban. Azon kívül a szerdai napon elmentünk az agórába, illetve az energiaparkba. Csütörtökön volt csillagászat és űrkutatással kapcsolatban egy 7.-8.-osan egy előadás. Rozban Béla kollégánk tartotta Tiszavasváriból. Utána voltak érdekes fizikai és kémiai kísérletek. Pénteki napon pedig Legány Bandi bácsi Tiszavasváriból, egy ornitológus volt kollégánk, tartott egy nagyon érdekes beszámolót a madarakról, és egy képekkel is illusztrálta, illetve nagyon érdekes volt, hogy madárhangokat is hallottunk közbe, ami nagyon tetszett a gyerekeknek, mert szinte úgy érezték magukat, mintha kint lennénk a természetben. A fiatalok izgatottan várták a versenyek eredményhirdetéseit, amire az Avoda utcai aulában került sor. Itt értékes könyveket és térképeket kaptak ajándékba. Amikor megvoltak a versenyek, utána a kollégák kijavították az írásbeli dolgozatokat, és utána ezt a hétfői napon hirdettük ki nekik, amikor meghívtuk az összes dobogóst, és az iskolának az aulájába álltottuk az ajándékokat. A legügyesebb gyerekek az első három dobogós helyzet, azok kaptak különböző könyvjutalmakat, nagyon értékes könyveket kaptak, illetve a legjobb négy Bocska is tanulónkat pedig elvittük szerdán az Agórába, illetve a Debreceni Egyetemnek a megújuló energiaparkjába. A modern világban egyre kevesebb gyerek megy ki a szabadba és ismeri meg a benne rejlő szépséget. A természettudományi hét erre a lehetőséget többek között a fiataloknak. Országos roadshow-t indított a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarákkal együttműködve a szakképzés népszerűsítésére, amelynek keretében a Szakma Világkamion segítségével ismerkedhetnek meg a pályaválasztás előtt álló fiatalok a különböző szakmákkal. Az 52 települést érintő roadshow Hajdú-Bihar megyei állomásai között szerepelt Hajdúböszörmény is. A virtuális valóság technikájának segítségével ismerkedhettek meg a különböző szakmákkal a pályaválasztás előtt álló fiatalok március 29-én Hajdúböszörményben.
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a megyei kamarákkal együttműködve az ország számos településén mutatja be szakmavilág kamionját, melyben a diákok különleges módon tehetik próbára ügyességüket egy-egy szakmában. A szakmavilág virtuális kamiont a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara indította útjára pár hete, és országosan 52 helyszínre látogat el, és mindenütt a vidéki városokba. Ez most célzott, hogy a vidéken élő általános iskolások, a célcsoportunk most a pályaválasztás előtt álló hetedikesek, megismerkedhessenek ezzel a szakmavilág virtuális kamionnal. Hajdú-Bihar megyébe 3 településre érkezik a kamion, melynek első állomása Hajdúböszörmény. Minden településen 250 gyereket várunk és tudunk fogadni a kamion meglátogatására. És ez a kamion azért különleges, mert virtuális eszközökkel, VR szemüvegeken keresztül ismerhetik meg a különböző szakmákat a diákok. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara Hajdúböszörmény mellett további 2 településen, Püspökladányban és Berettyó Újfaluban is megrendezte a nagyszabású pályaorientációs roadshow-t. A rendezvény állomásain a fiatalok kipróbálhatták az őket leginkább érdeklő szakmákat, így belebújhattak akár egy autószerelő, egy női szabó, egy kőműves vagy egy pincérbőrébe is. 4 szakmacsoport szakmáiból választhatnak a diákok, a vendéglátás, az építőipar, a kreatív szakmák és az autós szakmákkal ismerkedhetnek meg a tanulók. A 21. századi technika segítségével a szakmaválasztás is sokkal érdekesebb és izgalmasabb a fiatalok számára. Változik a világ, és a mai fiatalokat már más eszközökkel kell megszólítani, mint akár az előző generációt, vagy mondjuk az én generációmat. Ők már teljesen új technikákkal kell, hogy ismerkedjenek a szakmákkal, hiszen ők már ebben a virtuális világban nőttek fel, és ismerik ezeket az eszközöket. Tehát, ha el akarjuk őket érni, akkor azokat az eszközöket kell nekünk is használni, és szeretnénk élményt adni a gyerekeknek. Mert ha élményt adunk, és azt tetszik nekik, akkor az nagyobb valószínűséggel marad meg az emlékezetükben, és jobban tudnak választani, hogy mi is tetszett nekik jobban, mi áll közel hozzájuk. A szakmavilág kamion mellett sok más érdekes kísérő programmal is várták a 7. osztályos diákokat Hajdúböszörményben. A helyi szakközépiskolát kerestük meg, illetve a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumot, és az volt a célunk, hogy minden településen, ahová a kamion érkezik, a helyi szakképzést erősítsük. Tehát jobban megismertessük a helyi szakképző iskolát, hiszen nagyon szép eredményeket produkálnak a vidéki intézmények is. Itt a Peres Ferenc szakképző intézmény mutatkozik be a szakmáival. A teljes palettát hozták, ami az iskolában oktatnak, tehát megismerkedhetnek a vendéglátással, megismerkedhetnek az egészségügyel, a gyerekgondozással, megismerhetik a festőszakmákat, lézeres vágóval vághatnak, van egy kreatív sarok, ahol a kézműves tevékenységeket próbálhatják ki, süteménykészítésben részt vehetnek, és a kamara ezek mellé még 2 szimulátort hozott a gyerekeknek, az egyik egy hegesztő szimulátor, a másik pedig egy fényező szimulátor, egy autófényező szimulátor. A rengeteg élmény mellett persze ajándékkal is kedveskedtek a diákoknak a rendezvényen. Minden helyszínen szeretettel várjuk a diákokat, és egy hátizsák, amiben meglepetés várja a gyerekeket. Itt Hajdúböszörményben egy karkötős pendrive, illetve különböző apróságok, és egy pályaválasztással foglalkozó kiadvány, ami az ajándékunk. A kamionban pedig egy szerencsekerék, amit ha megforgatnak, amilyen szerencséjük volt, különböző ajándékokat kapnak.
A kamara szakmavilág rócsójának köszönhetően igazán élménydús és játékos betekintést nyerhettek a fiatalok a szakmák világába, amely nagyban segíthet nekik majd a későbbi pályaválasztásban is. Küldőgyűlésen találkoztak a Magyar Vöröskereszt hajdunánási területi szervezetének tagjai az elmúlt napokban, melyre a küldöttek a területi szervezet mind a 7 településéről érkeztek. A találkozón az előző évben végzett munka értékelésén túl az ebben az esztendőben várható feladatokat és terveket is megvitatták. Éves küldött gyűlésükön találkoztak a Magyar Vöröskereszt hajdunánási területi szervezetének küldöttei és munkatársai március 27-én. A találkozónak a Művelődési Központ adott helyet, melyen a tavalyi évet értékelte és az idei év feladatait fogalmazta meg Ollá Miklós, a területi szervezet elnöke, Horváth Ildikó Rita, területi vezető és a munkafelelősök. Egy-egy ilyen ülésen az egész éves tervet beszéli meg és fogadja el, vagy egészíti ki a területi küldött gyűlés. A küldöttek a területi szervezet mind a 7 településéről érkeznek. Az a tevékenységet tagjaink, önkénteseink és munkatársaink végeznek, szükséges tevékenység ezen a területen, az országnak ezen a szegletén. Szükség van arra, hogy szervezzük a véradást, szervezzük az adománygyűjtést és az eljuttatását azokhoz, akik erre rászorultak. Próbáljunk valamiféle egészségnevelési tevékenységet is kifejteni, és bizony próbáljunk olyan embereket kiképezni, akik tudnak adott esetben megfelelően intézkedni, és nem elszaladni, amikor valamilyen baleset, baj, probléma történik. Azt gondolom, hogy ezeknek az alapvető dolgainknak a előző egy évben eleget tudtunk tenni, és az általam előbb mondott, nem várt szörnyű eset következne, bizony keresnék az emberek, hogy hol van a Magyar Vöröskereszt. Ollá Miklós, a területi szervezet elnöke beszédében kiemelte az önkéntes segítők munkájának fontosságát. Köszönöm azoknak a munkáját, akik akár írásban, de akár írás nélkül, de vállalták az önkéntes tevékenységet, és részt vesznek a véradás szervezésben, adománygyűjtésben, adományosztásban, és sok-sok egyébben a tevékenységben, amit csinálunk. Az elmúlt év beszámolóit és az idei év feladatait a tagok küldött igazolványaik felmutatásával fogadták el. A küldött gyűlésen Újvárosi Andrásné megyei igazgató is jelen volt. Tehát nem könnyű időszakot élünk, ezt mindig valószínű, hogy minden évben elmondjuk, de én most azt hiszem, hogy teljes nyugodt lélekkel mondhatom, hogy ez a tavalyi év, ez valahogy egy kicsit több volt, vagy megerőltetőbb volt, mint az azt megelőző évek. Lehet, hogy tényleg azért, mert ugye már most túl vagyunk rajta, és mindig így érezzük, de én azt gondolom, hogy ez így is van. Nem kis indikátorszámok, vagy nem is tudom, csúnya szóval élve, azok, melyek betervezésre kerültek, hogy 2019-ben szeretnénk ugye még eredményesebbek lenni. A Magyar Vöröskereszt hajdunánási területi szervezetének vezetőjét az idei év terveiről és a megrendezendő ifjúsági versenyekről kérdeztük. Alaptevékenységeinket továbbra is folytatjuk, így a szervezetépítési tervünket, taglétszámemelési tervünket, gyűjtési akcióinkat, illetve adományozási akcióinkat, egészségnevelési tervet készítettünk, melyben szerepelnek a szűrési akcióink is, mely a lakosság által egy kedvelt tevékenységünk. Igyekszünk minden területünkhöz tartozó településen megjelenni, és minden rendezvényhez kapcsolódni, segíteni és lakossági szűréseket végezni önkénteseink bevonásával. Hajdunánáson tervezzük a területi elsősegélynyújtó versenyünket, mely április végén kerül megrendezésre, illetve a megyei csecsemőgondozási verseny is Hajdunánáson kerül megrendezésre május hónapban.
Olá Miklós elnök az idei év véradási terveiről és a szervezet működéséről osztott meg fontos dolgokat. A hajdonállási terület, amelyik a 7 település foglalja magába, igen, jelentős véradás szám volt tervezve az előző évre, majdnem 1900 véradást terveztünk, illetve egyeztettünk az országos vérellátó megyei régiós szervezetével. Hát ennek sajnos nem tudtunk eleget tenni, mint egy 600-zal kevesebb véradás történt. Ennek több oka van, az egyik fő oka, hogy mind Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon megvalósult több ferezises vérellátó, vagy véradó állomás, ahol bizony térítés ellenében lehet vért adni, és sok rászoruló ember, és a véradók között is vannak ilyenek, inkább ezt választja, hogy elég sűrűn oda megy, és ott tartja a karját, saját egészségét is veszélyeztetve ezzel, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb ők is visszatérnek hozzánk. Ennek megfelelően az idén egy kicsit módosítottunk a véradó tervünkön, és egy tervezhető, de a térség vérellátásához szükséges számú véradást terveztünk, mindegy 1300 véradást gondolunk, hogy az idén meg lehet valósítani. Bízunk benne, hogy ettől azért több lesz. Az előző év teljesített adatához képest emeltünk azért a mércén, hát tudjuk ugorni ezt a részet. Nyilván ez a hajdonállás és környékének lakosságától függén, ezúton is kérek minden kedves véradót, hogy egyrészt jöjjön ő is vért adni, másrészt ismerőseit is próbálja rávenni, hogy akinek egészsége megengedi, jöjjön, szívesen látjuk, szívesen várjuk, és megtudható a mostani véradóinktól is, hogy ez egy kifejezetten jó érzés, hogyha tudunk segíteni embertársainkon. Amikor a választás volt, akkor még a Magyar Vöröskereszt alapszabályában szerepelt ilyen, hogy területi ellenőrző bizottság, aki a területen működő alapszervezeteket, illetve vezetőséget segítette, pénzügyi tevékenységeikben, tehát a adománygyűjtéseket ellenőrizte, hogy az tényleg annyi bekerült-e a pénztárba, és így tovább bekerült-e a megyére ezeket a dolgokat, meg a adományok kiadásának szabályszerűségét, szakszerűségét ellenőrizték. És az előző évben a Magyar Vöröskereszt országos küldöttgyűlése módosította az alapszabályt, egyfajta, mondjuk így, hogy racionalizálás történt, és ebből kikerült az alapszabályból a Területi Ellenőrző Bizottság, mint intézmény. A jogászokat megkérdező viszont azt mondták, hogy aki mandátumot kapott a elkövetkezendő időszakra, tehát 2020-ig, ott minden további nélkül működhet. Ez az eset van a hajdonállási területi szervezetnél, és 4 évre választottunk egy bizottságot, akik dolgoznak és teszik a dolgokat rendesen. Most viszont az alapszabályból kikerülve, ők felajánlották azt a lehetőséget, hogy nehogy alapszabályellenesek legyünk, akkor ők továbbra is segítenek, legfeljebb nem bizottságként. Mi viszont arra kértük most a küldöttgyűlésen, hogy mint bizottság következő évig működjenek, és akkor fejezzék be bizottságként a ténykedésüket. Sajnos ebben a térségben is elmondható, hogy szűnnek meg munkahelyek, és azokon a munkahelyeken, ahol voltak alapszervezeteink, nyilván ők is megszűntek. Aki elhelyezkedik új munkahelyen, általában viszi magával ezt az eszmét, ezt a tevékenységet, és ha talál kellő számú követőt meg partnert, akkor ott csatlakoznak, viszont egy kis segítség mindig kell a létrehozáshoz, hogy újabb szervezet létrejöjjön, ebbe próbál a területi vezetőség, és minden vezetőségi tagnak ki van adva egy bizonyos terület, ahol ez figyelemmel követi, hogy létrejött-e új munkahely, és a munkahelyi vezetőket megkeresve próbál segíteni, hogy létrejön ott is új alapszervezet. Sok olyan tevékenység van, amelyekkel elmondhatjuk, hogy az a jó érzésű ember, aki azt mondja, hogy akarok és segíteni
vannak olyan pluszaim, amit én fel tudom ajánlani a közösségnek, ez is egy csatornája annak a Vöröskereszten keresztül, ez egyszerűbb. Itt vállalhat olyan tevékenységet, mondjuk éppen az előbb beszéltük, véradás szervezést, vállalhat olyat, hogy adománygyűjt egy-egy rendezvényhez, egy-egy segélyakcióhoz, de azt is vállalhatja, hogy éppen tevőlegesen részt vesz. A világ sok részén ez egy általános elfogadott dolog, hogy a fölösleges energiámat, ezt így idézőjel mondom, felajánlom a közösség javára. Ez is egy ilyen lehetőség. Azért meg kell hagyni, hogy Hajdúnánás térségében, meg Hajdúnánáson nagyon sok ember van, aki ezt megteszi, a tagjaink száma azért meghaladja az 1800 főt. Ez több például, mint az ország legkisebb megyéjében a Vöröskeresztes taglétszám, mert Nógrád megyében ennél kevesebb tagja van a Vöröskeresztnek. Ilyen szempontból büszkék lehetünk erre a térségre, és én azt gondolom, hívom és várom azokat az embereket, akik szeretnének tenni a kisebb közösségükért, és velünk együtt szeretnének tenni értük. Most pedig kérem, tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika eddigi témái. A hagyománynak megfelelően változatos programokkal emlékeztek a 132 éve született Csiha Győző malomipari szakmérnökre a városunk szülöttéről elnevezett középiskolában. Új szereplővel bővült a helyi szolgáltatóipar, az új gazdasági együttműködések, a helyben tevékenykedő kis- és középvállalkozások között nem csak a gazdaságfejlesztésre, hanem a helyi foglalkoztatottság javítására is hatással lehetnek. A Bocska István Általános Iskola természettudományi hetén több mint 300 gyerek vett részt, a természettudományi tantárgyakat versenyekkel, előadásokkal és kísérleti bemutatókkal próbálták népszerűsíteni a pedagógusok és a vendégelőadók. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara Hajdúböszörményben mutatta be a szakmavilág kamionját, melyben a virtuális valóság technikájának segítségével ismerkedhettek meg a különböző szakmákkal a pályaválasztás előtt álló fiatalok. Területi küldöttgyűlésen találkoztak a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási Területi Szervezetének megválasztott küldöttei, ahol értékelték az elmúlt év munkáját és felvázolták az idei feladatait. Sík a puszta, se halma, se erdeje. Sugár magas a toronynak teteje. Sugártorony kilátszik a pusztára, harangoznak pünköst első napjára. Híres a hajdúságban és környékén a református templom több mint 60 méter magas tornya. Állítólag még Tompa Mihály is megénekelte a fent idézett Népdalok című ciklusában. Megvan már vagy jó 300 esztendeje is annak, hogy hazánk egyik legszebb református templomának tornya rendületlenül őrködik népe és városa felett. Látványa segítség és iránymutatás is volt az egykori pusztázóknak, pásztoroknak, eltévedt utasoknak. Harangjainak szava sok információt jelzett az értő füleknek. Sok ezer hajdan volt atyafit kísértek utolsó útjukra. ...1796 óta az időt is mutatta a városban élőknek, hiszen Hajdúnánás rendezett tanácsú városa órát szereltetett a toronyba. A mögötte hagyott évszázadok azonban nem múltak el nyomtalanul. Megromlott a régi óra szerkezet. Sok éve nem mutatja már az idő múlását. Maga a templom és a torony is felújításra szorul, melyet a református egyházközség ebben az esztendőben meg is valósít. A kívül-belül megújuló templom tornyában azonban nem lenne szép látvány egy elromlott óra. Éppen ezért Hajdúnánás város önkormányzata úgy döntött februári képviselőtestületi ülésén, hogy a tulajdonát képező toronyórát felújítatja. Ehhez kérik a lakosság jó szándékú segítségét is, közadakozás formájában.
Aki szeretne segíteni, s adományával hozzájárulni a toronyúra felújításához, azt kétféleképpen teheti meg. Az OTP banknál vezetett számlaszámra történő átutalással, vagy a polgármesteri hivatal földszinti 42-es számú irodájában. Fogjunk össze együtt a látható időre. Olimpia. Áprilisban újra színházi előadás a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban. Ivancsics Ilonai színtársai bemutatják Molnár Ferenc legmívesebb, legízesebb, intrikával és huncutsággal teli vígjátékát, ami mára bejárta a félvilágot. Budapest, Bécs, Párizs, Berlin, Madrid, Oszló, London, New York, Mexico City, Buenos Aires és Sydney után most Hajdúnáláson lesz látható az Olimpia április 12-én 19 órától. A főbb szerepekben Pánics Lilla, Ivancsics Ilona, Nagy Gábor, Ábrahám Edit. Belépés Bocskai Korona bérlettel vagy a Művelődési Központban vásárolható jegyekkel. Most pedig kérem tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátralévő részében. Hajdúnáláson város önkormányzata idén is megszervezi a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei program helyi versenyét. Tehetséggondozás a jelenkor óvodáiban címmel szakmai napot rendeztek a Gyermekkert óvodában. Több mint 180-an gyűltek össze az erdei család leszármazottainak találkozóján. Áprilisban is több, a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ szervezésében zajló programon vehetnek részt hajdúnáláson lakói. ...2019-ben is meghirdették a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei kertművelő programot, amelynek Hajdúnálás kezdetektől fogva résztvevője. Az idei programról, a meghirdetett nevezési kategóriákról és egyéb tudnivalókról tájékoztatott Reszeginé Kálai Anikó, az országos program helyi koordinátora. Örvendetes folyamat, hogy a konyhakerti növények ismét az érdeklődés előterébe kerültek. Egyre többen és többen szeretnék önmaguknak megtermeszteni a szükséges zöldségeket, hogy valóban ízletes és egészséges ételek kerüljenek az asztalra. Ezen a felismerésen alapul azaz immár határokon is átívelő kertművelő program, amelyet 7 évvel ezelőtt Kovács Szilvia hirdetett meg. A Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei programhoz Hajdúnáláson városa a kezdetektől csatlakozott, és azóta is folyamatosan részt vesz benne. A helyi programkoordinátort, Reszeginé Kálai Anikót az idei legfontosabb tudnivalókról kérdeztük. A versenyben 6 kategóriában lehet nevezni, itt kisebb-nagyobb kertekről beszélünk, beszélhetünk balkonról, amely a legkisebb, ezenki itt előírás, hogy gyakorlatilag 5 növényfajta legyen azért kiültetve, mert minden egyes kategóriának megvannak az előírásai és a követelményei. Ezen kívül 50 négyzetméter alatt, 50 négyzetméter fölötti kertekről beszélünk, és zárt kertekről. A zárt kerteknél 3 kategóriát említhettünk meg, a zöldségeseket, a gyümölcsösöket, illetve a vegyes zárt kerteket. A jelentkezési lapokat a Hajdúnáláson Közös Önkormányzati Hivatal információs irodájából tudják fölvenni a versenyre jelentkezők. A jelentkezési határidő az június 15-e, de természetesen aki később fogja megismerni ezt a programot, vagy később értesül róla, hogy ilyen versenyben is részt vehet, akkor átvesszük majd a jelentkezési lapokat is, korábbi években is volt már erre példa, hisz minden jelentkezőt szívesen látunk ebben a programban. Az eredményhirdetést október 1-ére tervezzük. A versenynek minden évben van úgynevezett kiemelt témája. Idén ezt fogalmazhatunk úgy is, mentsük meg a kert végében árválkodó, már-már elfeledett öreg gyümölcsfákat. Ennek az évnek a témája a
tájjellegű növények a kertekben, tájjellegű gyümölcsök a kertekben. Korábbi évekhez hasonlóan és annak a tapasztalataiból merítve a dió, a szilva és a cseresznye. Ezek többségében megtalálhatóak itt a zárt kertekben. A csatlakozó kertesek természetesen mindenféle szakmai segítségre számíthatnak, mondja Anikó. Amiután a jelentkezési lapokat benyújtották, megvan határozva egy kapcsolattartó, személyében én leszek, és bárki bármilyen kérdéssel megkereshet bennünket. Elsődleges szerint a gyümölcsösökre gondoltunk, és erre fektettük a hangsúlyt. Az idei év újdonságaihoz tartozik, hogy ösztönzik a programhoz csatlakozó intézményeket, a közösségi kertek művelőit. Ebben az évben a 6 kategórián kívül előtérbe helyezzük most már az önkormányzati kertek, a városi intézmények, emelők, iskolák és óvodáknak a zöldséggyümölcsös kertjei külön díjazásban részesülnek. A kertszemléket szakmai zsűri végzi és értékeli egységes szempontok alapján. Komoly és konkrét szempontok vannak számunkra meghatározva. Összeállítunk egy szakmai zsűrit, és a zsűrivel a verseny során két alkalommal látogatjuk meg ezeket a kis kerteket. Nézzük a permetezési naplót, nézzük azt, hogy ki foglalkozik biogazdálkodással, mennyire biókezdek, mennyire használnak vegyszereket, mennyire tartják be ezeket az előírásokat, a tájjellegű növényeket, rovarbarát kerteket és egyéb szempontokat. Ezek a szemlék már általában a vegetáció derekán zajlanak, ám a benevezett versenyzőknek kezdetektől dokumentálni kell az elvégzett munkálatokat, illetve a növények fejlődését. A korábbi versenyzők már ezt tudják, hogy amikor elkezdődnek a tavaszi kis kertbontogatások, akkor már elkészítik a képeket előre, és gyakorlatilag ezeket a képeket is mindig beszoktuk venni, a zsűri értékeli. Folyamatosan végig kísérjük a kertművelőknek a munkáját, a dugványozástól, a kertművelésig és a betakarításig, tehát az első mozzanattól az utolsókig. És ez természetesen a zsűri, ez mindenképpen értékeli. Ez a nemes megmérettetés nem áll meg a városi eredményhirdetésnél, a legjobbak tovább juthatnak az országos döntőbe. Minden évben sikerült nekünk országos díjakat elhoznunk, zárt kertekről, normál kert kategóriákból, tehát vegyes kategóriában. Elsődlegesen azt kell mondjam, hogy az idősebb korosztály vett részt ebben a versenyben, szeretnénk most pedig, ha a fiatalok is részesei lennének. Bízunk benne, hogy Hajdúnánáson idén még többen csatlakoznak ehhez a programhoz, és lesznek olyan kiskertek, amelyek országos viszonylatban is megállják a helyüket. De ami ennél is fontosabb, hogy példájuk nyomán újabb és újabb kerttulajdonosok váljanak szereplőivé ennek a nagyon szép programnak. A jelentkezési határidő június 15-e. A tehetséggondozás óvodai lehetőségeiről tartottak szakmai beszélgetést március 29-én a Gyermekkert óvodában, ahol a Hajdunánási Óvoda Nevelőtestülete és az érdeklődő helyi szakembereken kívül a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsede szakmai delegációja is képviseltette magát. Ezen a napon a tehetség ígéretek gondozásának elméleti és gyakorlati tudás megosztására került sor. A jó gyakorlatok, a tapasztalat átadás, az együtt gondolkodás és a tehetségfejlesztés témaköreit körbejárva telt a szakmai nap, amelynek eredményeként a résztvevő óvónők új elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel gazdagodva erősíthetik a gyermekek adottságait. A több száz évre visszavezethető hajdunánási erdei család leszármazottai tartottak unokatestvér találkozót az elmúlt hétvégén. Több mint 180 rokon gyűlt össze a nagyszabású családi eseményen. Szinte alig fértek rá egy fotóra a népes számú erdei család leszármazottjai, akik egy nagyszabású unokatestvér találkozóra gyűltek össze március 30-án Hajdunánáson. A kibővített családi találkozó egyik főszervezője, Tímári Balázs, aki már nem első alkalommal hívta össze az erdei leszármazottakat. Erdei Mihály és Varga Julianna családja, akik 5 gyermeket neveltek fel, az 5-ből 4-en alapítottak családot, az a 4 család van most itt. Ez a 3. alkalom, amikor unokatestvér találkozót szervezünk. 26-an voltunk unokatestvérek, 20-an értük meg még a mai napot is a 26-ból. A legidősebb 88 éves, a legfiatalabb Erdei Laci 66 éves, úgyhogy így jön össze. 4 család hozta itt most össze ezt a létszámot,
5 évvel ezelőtt, hát az első találkozón olyan 40 fő volt körülbelül, csak az unokatestvérek, a családokat nem tudtuk akkor összehozni. A második találkozón 5 évvel ezelőtt, akkor 174-en voltunk jelen, de akkor csak 3 család képviseltette magát, a negyedik család különböző halálesetünk más miatt nem tudott részt venni a találkozón. Most ők is megjöttek, így a 4 család 181 fővel van most jelen ezen a rendezvényen. A népes számú erdei família családfájának összeállítása nem volt egyszerű feladat, melyet Erdei János készített a családtagok által ismert adatok és némi kutatómunka segítségével. Igazából én csak folytattam azt a munkásságot, amit már Timári Balázs bácsi két évvel ezelőtt, már évtizedekkel ezelőtt elkezdett. 5 évvel ezelőtt, mikor megcsináltuk az első ilyen unokatestvér találkozót, akkor bemutatta a családnak azt a részét, amit ő sikeresen felkutatott. Ezt folytatva 1780-as évekig visszamenőleg sikerült felkutatnom a erdei ágat, nem figyelve arra igazából, hogy ki az, aki még ehhez hozzácsapódott. Úgyhogy csak amit bent található a falon, az csak és kizárólag az erdei családra vonatkozó fa részlet. A családfa felkutatásában nagy segítséget nyújtottak a ma már az interneten is megtalálható levéltári adatok. Levéltárból ugye elkezdték 2 évvel ezelőtt digitalizálni, indexelni azokat a régi dokumentumokat, amiket a református, görögkatolikus, illetve a jezsuita templomokban a papok nyilvántartottak. Ezekből az indexelésekből mostanra az interneten egy borzasztó nagy adatbázis felelhető, teljes országra kiterjedően. Így nem volt nehéz elkezdeni a kutatást, mivel ismertek voltak már a nagyszülőknek a születésével, házasságkötése, és innentől kezdve már visszafele nem egy egzakt tudomány, szóval nagyon sok következtetésen, illetve feltételezésen alapul az, hogy milyen irányba indulunk, de elég szép eredményeket lehet elérni ezzel. Az erdei családnak több száz éves kötődése van Hajdunánás városához. Én 5 évvel ezelőtt a levéltári anyagok alapján próbáltam visszamenni. 1730-as évekig tudtunk visszamenni, és ebben az időszakban már írásos anyag van, hogy az adófizető állampolgárok között elődünk erdei Sándor, vagy Mihály, már nem is tudom, majd Jancsi fogja tudni, ő már itt volt a városban, tehát olyan 300 évre visszamenőleg kötődik a család a városhoz, és ma is, hát kb. 90%-a ennek a 200 feletti létszámnak Hajdunánáson él. A találkozó nem csak kellemes kikapcsolódást jelentette a meghívottak részére, de kiváló alkalom volt az ismerkedésre is. Nagyon sok mindenkivel meg kell nekem is ismerkedni, mert az unokatestvéreimet ismerem, mind a 20-at, akik még élünk, meg azokat is ismertem, akik már elváltoztak, de a gyerekeit is már nem mindegyiknek ismerem, azoknak meg a családját, azt meg különösképpen nem ismerem. Még az a szerencse, hogy az unokák azért úgy jobban, akik úgy találkozgatnak iskolába, itt ott, ott azért úgy felfedezték, hogy nem csak ismerősök, hanem rokonok is. De van olyan is, hogy ismerősök, nagyon jók ismerők, de nem tudták, hogy rokonok. Nem tudták eddig egymásról, hát itt most kiderül minden. A jó hangulatú estén nagy öröm volt találkozni a rég nem látott családtagokkal, és megismerni a legfiatalabb erdei generáció tagjait is. Megismerjük azt a részét a családnak, akivel nem minden nap találkozunk, mert nagyon sokan ugye elszármaztak innen Hajdunánásról. Jó velük találkozni, jó velük ismételten összefutni. Ha igaz, hogy csak 4-5 évente tudunk így egy ilyen nagyobb volumenű találkozót szervezni, de ilyenkor jó találkozni velük, és átbeszélni, hogy mi történt az elmúlt 4 évben. Folyamatosan gyarapszik a család, most is jelenleg 7 kicsi gyermek van, aki még nem is iskoláskorú. Jó itt lenni, meg jó ez a családhoz tartozni. Thank you.
Hajdun Enes lakóid áprilisban is színes, változatos kulturális programmal várja a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ. Mostani programajánlónkban ezekből kínálunk néhányat a teljesség igénye nélkül. Hajdun Enes lakói áprilisban is több, a Művelődési Ház szervezésében zajló rendezvényen vehetnek részt, melyekről bővebben Szabóné Tóth Juditot, a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ ügyvezető helyettesét kérdeztük. Április 6-án egy slágerpartira várják az érdeklődőket, a slágercsoport tagjai 17 órai kezdettel. Az est során fellépnek a népszerű Four Four Dance formáció tagjai, az Incidens zenekar. Köszönhetünk Kabáról két vendégelőadót, Borbi József és Szabó József személyében, és természetesen fellép a Sláger Express csapata is. Helyszín a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ színház terme. Belépőjegyeket 1600 forintos jegyáron vásárolhatnak a Művelődési Központban, valamint a Sláger Express csoport tagjain. Április 11-én 14 óraig kezdett el a Filharmónia Bérlet sorozat keretében az Evald Részfúvós Együttes Rézórás című előadását nézhetik, hallhatják a koncerten jelenlévők, akik amellett, hogy színvonalas zenét hallgathatnak, mindig plusz információkkal, érdekességekkel lehetnek gazdagabbak a zenevilágából. A rendezvényre várjuk a Filharmónia Bérlet sorozattal rendelkezőket és mindazokat, akik szeretik hallgatni az igényes zenét. A belépődíj egyébként 650 forint lesz. Április 11-ére egy újabb programot tudok ajánlani. A Művelődési Központ kamaratermébe 18 órára várjuk az irodalmat, illetve a verseket kedvelőket. Ezen a napon ugyanis József Attila születésnapján a magyar költészet előtt tisztelgünk. Ezen apropóból a debreceni Csokonai Nemzeti Színház művésze Pap István tart egyéni estet Kosztolányi töredék címmel. Az előadás körülbelül egy órás, zenés irodalmi kikapcsolódás, amely Kosztolányi Dezső népszerű műveire épül, és a 20-as, 30-as évek hangulatát idézi. A helyszín a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ kamaraterme, a belépés pedig díjtalan, de regisztrációhoz kötött, amit a Művelődési Központ információjában lehet majd igényelni. Április 12-én pénteken nyílik meg a kaktuszok és posgás növények kiállítása és vására. Ezt a kiállítást már 7. alkalommal rendezik meg itt Hajdun Enesen a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban, mégpedig a Magyar Kaktusz és Posgás Társaság Közhasznú Egyesület tagjainak segítségével. A kiállítással egybekötött vásáron egyébként kedvező árakon számos faj közül válogathatnak majd az érdeklődők. Előzetes bejelentkezés alapján a csoportok élményültetésen vehetnek részt, ennek ára 200 forint per fő. A helyszín a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ nagyelőcsarnoka, a kiállítása a belépés egyébként díjtalan. Az időpont tehát április 12-e és 13-a, 9 órától 18 óráig várják az érdeklődőket a Művelődési Központ nagyelőcsarnokába. Ehhez a rendezvényhez egyébként kapcsolódik egy felhívás, illetve egy nyereményjáték is. A feladat nagyon egyszerű, kaktuszokat kell fotózni a kiállításon, ebből ki kell választani a két legjobban sikerült képet, ezeket fel kell tölteni a hajdunánási Kéki Lajos Városi Művelődési Központ Facebook oldalára, a Fotóz Kaktusz bejegyzés alá hozzászólásban. Akiknek a fotója a legtöbb szavazatot, vagyis a legtöbb lájkot gyűjtik be, azok a kiállítók által felajánlott növényeket nyernek. Április 12-én 19 órai kezdett el egy újabb színházi előadásra invitáljuk az érdeklődőket. Ivancsics Ilona és színtársai Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékát fogják bemutatni, ami a világhírű drámaírunk egyik legjobb vígjátéka. A darab a régi békeidőkben az osztrák-magyar monarchia idején játszódik, van benne cselszövés, szerelem, intrika, sok-sok humor, és tehát minden, ami egy szórakoztató darabhoz kell. Az olimpiáról egyébként érdemes tudni, hogy a félvilágot bejárta már a színdarab, és mindenhol nagy sikerrel játszották, most pedig a hajdunánási közönség is megtekintheti. A helyszín természetesen a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ színház terme. Az előadás megtekinthető bocskai korona színházbérlettel, illetve 2500 forint, valamint 2000 bocskai korona jegyáron. Április 13-án 10 órai kezdettel rendezzük meg a 28. Vörös Sándor megyei gyermekszínjátszó találkozót. Ezen a napon a megyében működő színjátszók találkoznak, amikor is szakértő zsűri értékeli a munkájukat. Idén 13 csoportot látunk vendégül itt Hajdunánáson, köztük egy helyi csoporttal is, aminek kimondottan nagyon örülünk. A program ingyenesen látogatható, a helyszíne a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ színház terme.
Április 17-én szerdán 17 óra 30 perces kezdettel egy újabb ezredelei beszélgetésnek lehetünk szemés fültanúi a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ kamaratermében. Nevető klasszikusok címmel Erdei Sándor költő, újságíró tart humorban gazdag előadást. A műsorban közreműködik Sós Judit, sanzon énekes is. Ez a szép irodalmi kabaré híres, hírhet bakikból építkezik, és vidám beszélgetés egy nyugdíjas, kiváló debreceni irodalomtanár, dr. Sebestyéné Varjú Anna gyűjtő munkája és remek humorérzék előtt. A tanárnő nevéhez az ország legszórakoztatóbb efféle gyűjteménye fűződik. A szerző több évtizeden keresztül tanárként, érettségi elnökként gyűjtötte a diákok órai elszólásait, a dolgozatokban előforduló elírásokat, és ezekből lesz egy válogatás ezen a beszélgetésen. A belépés természetesen díjtalan. Van egy felhívásunk is. Idén 150 éves a nánási színjátszás. A hajdunánási amatőr színjátszás több mint 150 éves múltra tekint vissza. Ennek tiszteletére idén novemberben egy többnapos színjátszó találkozót szervezünk, ahol terveink szerint a helyi színjátszó csoportok, illetve Hajdunánásról elszármazott művészek mutatkoznak majd be. Erre az alkalomra szeretnénk egy könyvet megjelentetni, amely a hajdunánási színjátszás történetét mutatja be. Kérjük szépen, hogy aki rendelkezik fotókkal, plakátokkal, meghívókkal, programfüzetekkel vagy bármi mással az egykori előadásokról, próbákról, az legyen szíves eljuttatni hozzánk a művelődési központba. A helyi színtársulatok mellett érdekes számunkra a Hajdunánáson fellépő, más településekről érkező profi vagy amatőr társulatok is. További információk Szollát Zoltántól kérhetőek a művelődési központban, vagy a 0652 382 400-as, illetve a 0670 372 14 94-es telefonszámon, valamint az info@nanasvmk.hu e-mail címen. Egy programváltozásra is szeretnénk felhívni a figyelmet, mely a gyermekszínházi előadást érinti. Az április 17-ére meghirdetett gyerekszínházi előadásunk, a Niels Holgersson csodálatos utazása technikai okok miatt sajnos elmarad. A gyerekszínházi bérletünk utolsó előadását május 9-én tartjuk majd meg, ugyanúgy két kezdési időponttal, 8 óra 30 perces, illetve 10 óra 30 perces kezdéssel. Erre természetesen ugyanúgy várjuk az óvodás és az iskolás csoportok jelentkezését. A belépődíj 650 forint, és természetesen érvényes a gyerekszínházi bérlet is. Műsorunk végén kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai nánási krónika témái. A hagyományoknak megfelelően változatos programokkal emlékeztek a 132 éve született Csiha Győző malomipari szakmérnökre a városunk szülöttéről elnevezett középiskolában. Új szereplővel bővült a helyi szolgáltatóipar, az új gazdasági együttműködések a helyben tevékenykedő kis- és középvállalkozások között nem csak a gazdaságfejlesztésre, hanem a helyi foglalkoztatottság javítására is hatással lehetnek. A Bocska István Általános Iskola természettudományi hetén több mint 300 gyermek vett részt. A természettudományi tantárgyakat versenyekkel, előadásokkal és kísérleti bemutatókkal próbálták népszerűsíteni a pedagógusok és a vendégelőadók. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara Hajdúböszörményben mutatta be a szakmavilág kamionját, melyben a virtuális valóság technikájának segítségével ismerkedhettek meg a különböző szakmákkal a pályaválasztás előtt álló fiatalok. Területi küldöttgyűlésen találkoztak a Magyar Vöröskereszt hajdunánási területi szervezetének megválasztott küldöttei, ahol értékelték az elmúlt év munkáját és felvázolták az idei év feladatait. Idén is lehet nevezni a legszebb konyhakertek helyi versenyébe. A program fő tematikája ebben az évben a tájjellegű gyümölcsfák ültetése, illetve ilyen öreg fák gondozása. Városunkban ezek a gyümölcsfák a szilva, a cseresznye és a dió. Az óvodai tehetségfejlesztő munka fontosságára hívta fel a figyelmet a gyermekkert óvodában megtartott szakmai módszertani nap. Népes számú rokonság gyűlt össze a hétvégén megrendezett erdei család unokatestvér találkozóján, melyen nem csak a hajdunánási, de a városból elszármazott családtagok, rokonok is részt vettek, köztük olyanok is, akik még most először találkozhattak egymással. Hajdunánás lakóit áprilisban is színes, változatos kulturális programmal várja a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ, ahol minden korosztály találhat az érdeklődésének megfelelő programot. Mai műsorunk végére értünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!